Az MKP három párt egyesülésével jött létre 1998-ban, akkor még Magyar Koalíció pártja néven. A két évtized során sikerek és kudarcok egyaránt voltak. Az MKP 2010 óta parlamenten kívüli pártként tevékenykedik, regionális szinten viszont továbbra is erős maradt. Nehéz időszak volt, de a nehézségeknek köszönhetően ez a csapat nagyon összekovácsolódott, összetart, nem adja föl, ami egy nagyon fontos dolog. Nem adjuk el magunkat, nem adjuk el az elvet, a pártot, a trikolort nem dobjuk el, hanem igenis magyarként kívánunk politizálni. A 200 küldöttből 173-an voltak jelen a kongresszuson, akik egyhangulag úgy döntöttek, hogy az MKP köztársasági elnök jelöltje Menyhárt József lesz. A pártelnök elmondta, hogy programja a magyar közösség problémáira keresi majd a megoldást. A témákat, amelyeket megneveztünk és amelyek az ömében felvidéki magyarok által lakott régiót érinti, ezeket kell tematizálni, hogy márpedig bizony ennek a déli régiónak a gazdasági ellehetetlenítése évek óta megtörtént, az, hogy az adó, amelyet befizetünk, nem jut vissza a mi térségünkbe, akárki akármit is mond, és a másik oldalról elmondani azt a többségi társadalomnak, hogy a felvidéki magyarok döntéseikben, politikai választásaikban mindig a jó oldal mellé álltak. A pártra a köztársasági elnök választás mellett további kihívások is várnak. Idén novemberben önkormányzati választások, jövő év májusában pedig európai parlamenti választások lesznek, és a 2020-as parlamenti választásokig is már csak másfél év van hátra.